Három ember meghalt és négy autó tört össze egy autótolvaj ámokfutásának köszönhetően Budapesten. Az elhunytak között van a tettes is. Budapest harmadik kerületében a Tavasz utcában állt meg pihenni egy taxisofőrnő 2024. július 3-án éjszaka. Az asszony a kocsia mellett dohányzott, amikor 22 óra 20 perckor egy idegen férfi beült a volán mögé. A nő próbálta megakadályozni, de a férfi némi dulakodást követően elhajtott a kocsijával. Forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra, már itt ütközött egy a lehajtón szemben szabályosan közlekedő autóval, ekkor még nem sérült meg senki. A hídon továbbra is a forgalommal szemben haladt Pest irányába, majd a Margit-szigeti lehajtó után okozott balesetet, ebben egy személyautó és egy másik taxi volt érintett. A hármas ütközésben az eltulajdonított taxit vezető 43 éves férfi, valamint a szemben közlekedő Suzukit vezető 34 éves férfi és 32 éves nő utasa a helyszínen életüket vesztették. A másik taxi vezetőjét és három utasát a tűzoltók vágták ki a roncsból, majd a mentők kórházba vitték őket. A budapesti rendőrfőkapitányság jármű önkényes elvétele büntet, valamint halálos közúti baleset okozása miatt folytat büntetőeljárást. Szakértők bevonásával vizsgálják, hogy az okozó mekkora sebességgel haladt a baleset idején, és azt is, hogy volt-e a szervezetében alkohol vagy bármilyen bódító hatású szer. A balesetet okozó férfit a tragédia előtti hajnalon már előállították a harmadik kerületi rendőrkapitányságra, mert arról érkezett bejelentés, hogy zavartan viselkedik. A kiérkező rendőrök csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak nála, és a gyors teszt is pozitív eredményt mutatott, ezért mintavételre előállították, majd kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Mivel az őrizetbevétel feltételei nem álltak fenn, ezt követően szabadon bocsátották, áll a budapesti rendőrfőkapitányság közleményében. A videókat a Katasztrófavédelem és a BRFK készítette. Come on.